Köszöntöm nézőinket! Életmódműsorunkban ma a következő témákkal foglalkozunk. 3D diagnosztika a fogászatban. A harmóniából megtudhatják, mit árul el az emberi állkapocsról a háromdimenziós felvétel. Műsorunkban fény derül a fiatalos arcbőr titkára, és egy testet lelket relaxáló művészet a sejemfestészet rejtelmeibe, Molnár Mónika dekoratőr vezet be bennünket. Napjainkban egyre inkább terjed a fogászatban is a 3D diagnosztika. A pontos diagnózis érdekében a szakszerű fogászati ellátás első lépése a röntgenfelvétel készítése. A háromdimenziós felvétel jóval többet elárul az emberi állkapocsról, mint a hagyományos panoráma röntgen. Hogyan valósul meg a fogászatban a 3D diagnosztika? A kombin CT technológia, vagy más néven digitális volumen tomográfia, egy háromdimenziós leképezési röntgen módszer, amit a alsó-felső állcsontok, illetve alsó-felső fogak vizsgálatára fejlesztettek ki. De kiválóan alkalmazható különböző fülogégészeti problémák felderítésére is. Mostanában a legelterjedtebb fogászati röntgenvizsgálat a panoráma röntgen. Most a panoráma röntgennel az a gond tulajdonképpen, hogy ez egy nagyított felvétel. Ez magában nem is lenne gond, mert ismerjük a nagyítási vagy a magnifikációs tényezőt, viszont ez a nagyítás, ez nem egy egyenletes nagyítás, és emiatt a panoráma felvétel az egy torz felvétel tulajdonképpen, torzítással küszködünk, és tulajdonképpen itt az a probléma a panoráma felvételnél, hogy az összes anatómiai képlet rávetül a felvételre, és emiatt ugye fedések vannak, és vannak bizonyos részletek, amik nem láthatóak a panoráma felvételen, és a kontúrok sem lesznek emiatt élesek. Na most a kombin CT technológia, vagy a 3D diagnosztika, az kiküszöböli ezeket a problémákat, így tulajdonképpen az anatómiai struktúrák azok külön-külön láthatóak, nincs torzítás, ez nagyon fontos, azért, mert nincs torzítás, a képek ugye egy az egyhez arányúak lesznek, nagyon jól mérhetőek, és tulajdonképpen a tér minden irányában, a tér három irányában láthatjuk azt a bizonyos anatómiai képletet, amit szeretnénk, és 3D rekonstrukciókat is tudunk szimulálni, és ugye gyakorlatilag emiatt nem ez a egy síkban kitárult felvételt látunk, hanem tulajdonképpen minden egyes részlet nagyon jól látható. A fogászat milyen területein van jelentősége ennek a diagnosztikai módszernek? Gyakorlatilag a fogászat teljes területén van igen komoly jelentősége ennek a diagnosztikai módszernek. Például a fogászati gócskutatásban. Ugye számtalanszor a betegnek panasza van, van egy gyökérkezelt fog, van egy góc a fog körül, és a hagyományos röntgenfelvételen ez a góc nem látszik. Például azért, mert az egyik gyökér átvetül a másik gyökére, és az a gyökér, ami vetülésben van, az a beteg gyökér. Na most egy ilyen röntgen, vagy egy ilyen kép segítségével, ugye mivel térben látjuk, felfedezhetőek azok a fogászati gócok, amiknek nagyon komoly jelentőségük van. Ugye ezzel megelőzhetjük azt, hogy a szervezet más területein a fogászati góc okozzon problémákat, mint például a hajhullás, a szívgyulladások akár, vagy ízületi gyulladások. Szóval a mindennapos fogászati góckutatásban úgy gondolom, hogyha indokolt, hogyha hagyományos röntgenfelvételén nem tudjuk felfedezni a gócot, akkor ennek a módszernek komoly jelentősége van.
A sima endodontiában, amikor gyökérkezelünk egy fogat, megint jelentősége van, mert nagyon sokszor előfordul az, hogy ahogy említettem, gyökerek egymásra vetülnek, nem tudjuk eldönteni sokszor, hogy hány gyökere vagy hány csatornája van egy fognak, ezzel a módszerrel pedig gyönyörűen szépen térben láthatóak a csatornák száma, ami ugye egy korrekt gyökérkezeléshez segít bennünket. Nyilván az implantológia ugye a fogbeültetésnél iszonyú nagy jelentősége van. A hagyományos röntgenkészülékkel nem tudjuk megítélni tulajdonképpen a csont vastagságot, csak a csont magasságát tudjuk megítélni. Ezzel a készülékkel pedig, mivel térben látjuk a csontot, így meg tudjuk ítélni, hogy milyen vastag a csont, sőt, ezek a készülékek már tudnak mérni csontkeménységet, csontsűrűséget. Ebből a szempontból is fontos, meg tudjuk ítélni, hogy az implantátum mennyire lesz stabil, miután behelyeztük. Gyakorlatilag ezzel a készülékkel, vagy ezekkel a típusú készülékekkel 10 mm pontossággal meg tudjuk tervezni az implantátum irányát, az implantátum méretét, implantátumok számát, sőt, ezek a felvételek már alkalmasak arra is, hogy ilyen sebészeti sablont, vagy ilyen segédeszközöket gyártsunk, ami alapján nagyon nagy biztonsággal behelyezhetőek az implantátumok. Arról ne is beszéljünk, hogy ugye ezzel a módszerrel, ezzel a diagnosztikai módszerrel sokkal nagyobb eséllyel elkerülhető az ideg, ér vagy más anatómiai képletek sérülése. A másik terület ugye a szájsebészet, a fogsebészet, amikor például egy bölcsességfog eltávolításáról van szó. Nagyon sokszor a bölcsességfogak ugye bent rekedtek a csontban, szoros kapcsolatban állnak a anatómiai képletekkel, gondolok itt ér idegre. Na most a hagyományos röntgenfelvételen, ahogy említettem, a vetülés miatt nem tudjuk megítélni, hogy mi a kapcsolat a bölcsességfog és a mondjuk a éridegköteg között, viszont egy ilyen készülékkel, egy ilyen felvétellel pontosan fog látszani ez a viszony, és így a bölcsességfog eltávolítása sokkal biztonságosabbé válik, mintha nem használnánk egy ilyen felvételt. De számos más területen is használható, például egy parodontológiában, ugye a fogágybetegség gyógyításában ezzel a készülékkel a meglévő tasakok tökéletesen feltérképezhetőek, ugye három dimenzióban látjuk a tasakot, sokkal jobban meg tudjuk ítélni azt, hogy ez menthető a maga a fogágybeteg fog, vagy nem. Ízületi diagnosztikában, ugye a rágó ízületet, itt gyakorlatilag vetülés nélkül tökéletesen látszik az ízület, fogszabályozást területén is használható. Arra ne is beszélve, hogyha van egy ilyen álcsontsérülés, vagy egy fogsérülés, akkor tulajdonképpen ugye három dimenzióban a sérülés jellege tökéletesen megítélhető. Ez a diagnosztikai módszer milyen sugárterheléssel jár a beteg számára? A technológia nevében benne van a CT elnevezés, most köztudott, hogy egy CT felvétel az nagy sugárterheléssel jár. Itt viszont fontos megemlíteni, hogy ezek a típusú készülékek a medikál CT-hez képest körülbelül 1% sugárterheléssel járnak. Ugye nemzetközileg elfogadott az az elv, hogy röntgensugárzást csak a legkisebb mértékben szabad használni, ugye diagnosztikai célra, szóval a legkisebb sugárterhelésnek szabad kitenni a beteget, annak a legkisebb sugárterhelésnek, ami még egy jó diagnosztikai módszerhez vezet. Most ezek a típusú készülékek a megjelenésük óta tulajdonképpen sokat fejlődtek. Három típusú készülék létezik tulajdonképpen. Itt gondolok arra a képmezőre, amit ez a készülék letapogat. Ugye vannak olyan készülékek, amelyek egész koponyát tudnak letapogatni. Ezeknek nyilván kórházi, bonyolult ilyen szájsebészeti, fülorgégészeti műtétek során van jelentőségük, mikor tulajdonképpen az egész koponyát látjuk három dimenzióban. A következő kategória, ami már egy kisebb térfogatot tud letapogatni, ez körülbelül olyan 14 cm körüli térfogatokról van szó, és vannak most a
a gyakorlatilag a fogászatban használatos gépek, amelyek kicsi térfogattal működnek, egy ilyen 3-5 cm, vagy lehetőség szerint tudják kumulálni ezeket a térfogatokat, szóval szükség esetén 3 vagy 4 térfogatot tud összeadni, és akkor gyakorlatilag elérjük a középső szintet. Nyilván minél kisebb az a térfogat, amit letapogatott, annál kisebb a sugárterhelés. Gyakorlatilag ezek a készülékek, amelyek kis térfogatot tudnak letapogatni, táblázatok szerint kisebb sugárterheléssel járnak, akár mint egy hagyományos panoráma röntgen. Viszont azok a készülékek, amelyek nagyobb térfogatot tapogatnak, nyilván nagyobb sugárterheléssel járnak. Ezért én úgy gondolom, hogy mindenkinek, mielőtt egy ilyen vizsgálatnak aláveti magát, érdemes tájékozódnia, hogy tényleg mit is jelent ez számára a sugárterhelés szempontjából. Az utóbbi években megnőtt a nők igénye az olyan arcfiatalító eljárások iránt, amelyek nem járnak fájdalommal, több napos hetes gyógyulási idővel. A bőrgyógyászatban alkalmazott lézeres beavatkozások biztonságos megoldást kínálnak számos problémára. Picit megpróbálunk egy képletet felállítani, hogy mi kell a fiatalos külsőhöz, az ifjúság látszatához az arcunkon, akkor rétegről rétegre a következőt mondhatjuk el. Folt, ér, tágula, tehát bőrpír, víz, tehát a víztartalom, a bőr alatti kötőszövetben a rost, azaz a legerősebb tartóváza az arcunknak a kollagénrost rendszer, az egy nagyon-nagyon fontos elem. Aztán a bőrzsírosságának a csökkentése, illetve az arcunk zsír tartalmának a megtartása, mert ugye a zsír csomóink tartják feszesen az arcunkat, és nem utolsó esetben az izom túlgörcsölésed. Ezek azok a dolgok, amik befolyásolják azt, hogy mennyire egy ifjú egy arc. Egy olyan problémával jöttél, Kati, ami a leggyakoribb azért ebben a korosztályban. Ugye elmondtad, hogy zavarnak a májfoltjaid, két gyereket szültél, akkor jelentek ezek meg. Aztán a szeplők az évek során egyre több jelentkezett. Ez a pigment vonzata a bőrhibáidnak. Aztán panaszkodtál a kis kóros értágulataidra, amiből nem sok van, mert nem olyan a bőrtípusod, kaukázusi bőrtípusod van, de mégiscsak látszik a rozaceának a kezdeti fázisa. Ezen kívül ez is a problémát, hogy kamaszkorodban elég pattanásos voltál, olyan a bőrtípusod is, hogy nagyon zsíros, nagy fagyumirigyeid vannak, ezért látszanak a régi hegek is, nem sok, de látszik, tágak a pórusaid. Aztán a fogyókúra miatt úgy érzed, hogy ereszkedik meg az arcod, ugye mondtad, hogy 42 éves, vagy pontosan ez az a kor, amikor már el kell kezdeni foglalkozni azzal, hogy az idő telik, és meg kell előzni azt, hogy mikor már teljesen a gravitáció elvégezte a munkáját, és lelóg minden szövetünk az arcunkon, ezt szeretnénk megelőzni. Vannak átfogó kezelési módok. Majd megbeszéljük, hogy melyiket javasolnám ezek közül. Vannak rövid távú kezelések, és vannak hosszú távúak, csak hosszú távúak. Vannak olyanok, amelyek már rövid távon is hatnak, és nagyon-nagyon barátságos, biztonságos, nem túl fájdalmas módszerek, úgynevezett kissé invazív vagy nem invazív módszerek, amelyek hosszú távon is eredménnyel járnak. Ez azért fontos, mert nem biztos, hogy te jövőre is vissza akarsz jönni egy ilyen kúrára, mert te évekig szeretnéd ezt megtartani.
Senki nem szereti magát nagyon kinagyítva látni, de itt kénytelenek vagyunk, mert akkor látjuk, hogy milyen eredményt várunk. Van itt egy előző kép, amit be tudok neked mutatni. Ilyen volt a fénykárosodott arc, amiről beszéltünk, tehát ezek a tünetek, amiről eddig beszéltünk, és látható ez a sok kóros értágulat, a zavaros pigment, a keratózis, ami már öregedési, vagy aktinikus, tehát napfényártalom által kiváltott korkép, és mindezeket fogjuk tudni olyan szinten eltüntetni egy kezelésre, hogy látod, itt már egy teljesen baba bőrrel állunk szembe, amilyen volt korábban, amilyet szeretnél. Tehát az összes nem kívánt jel hiányzik erről a képről. Izgulsz? Egy kicsit, igen. Majd meglátod, hogy kár volt izgulni. Le fogom törölni az érzéstelenítő krémet. Ez egy nagyon felszínes érzéstelenítés, hogy ne érezzél szinte semmit. Ez a félinvazívnak nevezett frakcionált kezelés, ez ennek az a lényege, hogy a szöveteidnek csak 18%-át fogja érinteni. Úgy kell elképzelni, mint az a varrógép, amelyiknek tudjuk állítani a lépés távolságát, a lépés mélységét és a tűvastagságát. Ugyanez megy lézerrel, kisebb felszínen, egy 1,5 centis átmérőjű kockával fogok végig kezeléseket rajtad. És nagyon kevés szövetnek az átalakításával, tehát a beégetésével, hogy így mondjuk, ami csak mikron mélységű, létrehozunk olyan biológiai változásokat a bőrödben és a bőröd alatti irhában, amelyik arra serkenti majd a szöveteidet, hogy mindaz a probléma, amit elmondtál magadról, azok át fognak alakulni. Leginkább a kollagénképzés. De a kollagénképzésen kívül, mivel új szövet képződik, új erek, és ugye tudjuk, hogy az ereknek a minden szövetnek a vérellátása nagyon fontos azért, mert rajta múlik az, hogy a keringés, ha van, akkor van benne élet. Tehát az erek is újra képződnek, és ezáltal a vízháztartása a bőrödnek is újra éled. És akkor már mindjárt a képlethez vissza tudunk csatolni, hogy mi kell ahhoz, hogy fiatalok legyünk, tehát legyen víz a bőrünkben, legyen fiatal érhálózat, tűnjenek el a hibák, és az is el fog vele tűnni. A pórusoknak, ami az átmérője csökkenni fog, a bőrzsírosságot csökkenni fog, a hegek, amik maradtak neked kamaszkorod óta, azok ki fognak simulni, de ahhoz több kezelés kell, legalább 3. Aztán a vékony bőrterületeken a kis vékony ráncok, azok fognak elsimulni, ahol mély ráncaid vannak, azok fognak sokkal enyhébbek lenni, mondjuk itt a homlokodnál. Ott egy vastagabb programmal megyünk, mert ezt lehet állítani, attól függni a diagnózis. Hogy érezted magad? Meglepően jól. Fájdalom, égő érzés? Minimális. Teljesen el is lehetős, hogy nincs miért aggódni. Na, ez nagyon jó. Most nagyon frissen felszántottuk a bőrödet, és most indul be ez a folyamat, ez 9 hónapig működik. Tehát ezek a sejtek 9 hónapig aktívak lesznek. Minden kezelés után egymásra tevődik ez az eredmény, és a jövőben, mikor már mi nem találkozunk, akkor is tovább simul a bőröd. Nagyon érdekes, hogy 80 országban már 10 éve foglalkoznak ezzel a frakcionált kezeléssel, és idei új eredmény az, hogy ennek egy rákmegelőző hatása van. Mondta
mondtad, hogy a családodban nem volt bőrrák, itt nem is a melanómára gondolok, mert a melanóma a legveszélyesebb, de csak pici százalékban fordul elő. A leggyakrabban előforduló bőrdaganat, ami rosszindulatú, az a bazalióma, vagy késői napfényártalomból kialakuló bazalióma. Az a logikája az egésznek, hogy mindnyájunknak lesznek ilyen öregedési foltjai és bibircsokjai, azok pedig az előszobái ennek az úgynevezett bazaliómának. Ez a kezelés eltünteti a keratózisokat, eltünteti ezt az öregségi tünetet, és ezáltal megelőzi ezt a nagyon gyakori rákot. És lehet, hogy neked akkor 80-90 éves korodban se lesz ilyen problémád, hogyha meg tudtad előzni. Tehát nem csak a szépség, hanem az egészség szempontjából is nagyon lényeges megoldás. A sejem lágy, könnyű és szemet gyönyörködtető, így testet, lelket relaxáló művészet a sejemfestészet, melynek rejtelmeibe Molnár Mónika dekoratőr vezet be bennünket. A sejemgyártás az körülbelül 3000 éves múltra tekint vissza. Most nemrégiben 3 éve találtak például Kínában egy sejem darabot, amiről kimutatták különféle vizsgálatokkal, hogy 2500 éves körülbelül. Tehát a kínaiak ezt már nagyon régen használták, többek között például írtak is rá tekercsekre, tehát sejem tekercsekre, és úgy tárolták a különböző történeteiket. Európába a híres sejem úton jutott el a sejem, amiről biztos már mindenki hallott. Ez nem egy kifejezett út volt, több sejem út is vezetett Európába, és ez egy cserekereskedelmi eszköz volt a sejem. Nagyon értékes volt, mivel nagyon sokáig más nem tudta gyártani a sejmet. A kínaiak titokban tartották, hogy miből és hogyan készítik, hogyan szövik ezt a nagyon szép szövetet. A sejemgyártásnak a központja ma is Kína egyébként. Körülbelül a 70-72%-át a sejmeknek Kínában gyártják. India még egy ilyen viszonylag nagy hatalom, ők olyan 16%-át gyártják a világon a sejem textileknek. A sejem gyártásnak az alapja a sejem hernyónak a gubója. A sejem hernyó mirigyváladékából gubót sző maga köré, és ebből készítik a sejem szálat. A sejem szálat többféleképpen lehet megszőni, és ebből adódik az, hogy nagyon sokféle sejemmel találkozhatunk, hogyha elmegyünk egy méteráruboltba vásárolni. Van például a ponzs, amire én is szoktam festeni. Ez egy nagyon szép fényes anyag, de nagyon jó használni a sifonanyagot is, a muszlinanyagot is. Ezek mind attól függnek, hogy hány szálat tesznek egymás mellé, hogyan sodorják a szálakat, milyen sűrűséggel szövik az anyagot. A sejmet már a kezdetektől festették, valószínűleg, hogy először magát a szálat festették, és úgy szőtték a színes sejmeket. A sejemfestés maga szintén Kínából indult el. Manapság elég nagy hobbi divat lett. Azt gondolom, hogy nagyon jó hobbi. Sejemből nagyon sokféle dolgot lehet készíteni. Például lakáskiegészítőket, ruházati cikkeket, kendőket, sálakat, nyakkendőt férfiaknak, képeslapot készíthetünk esetleg ajándékba barátainknak, és bármit, amit a fantáziánk megenged, nagyon hálás anyag. A sejemfestésnek különböző technikái léteznek, amit manapság ismerünk, és már nagyon jó anyagokat, nagyon jó festékeket lehet ehhez kapni. Van a kontúrtechnika, akvarell technika, show technika, nagyon, nagyon érdekes felületeket tudunk kapni, nagyon érdekes mintázatokat például a show technika segítségével. A kontúr technika abban segít minket, hogy különböző mintákat tudunk rajzolni, a kontúr megtartja a festéket, nem tud kifutni a festék, tehát nagyon sokféle módon festhetünk meg egy-egy textil darabot.
saját tapasztalatból azt mondhatom, hogy a sejemfestés azért egy csoda, és azért más, mint mondjuk egy üvegfestés, amit szintén próbáltam már, mert a sejmen mozog a festék, dolgozik az anyag, tehát nem csak tőlem függ, hogy milyen lesz a minta, hanem valahogy a festék segít, a festék is alkot velünk együtt. Tehát ezért egy picit más, nem szorít annyira keretek közé, mint mondjuk egy üvegmatrica festés. A sejemfestés maga technika nem csak azért jó, mert a kézzel készített tárgyaknak manapság egyre nagyobb az értéke. Meg tudunk ajándékozni vele bárkit, barátnőnknek, barátunknak, édesanyánknak készíthetünk bármilyen tárgyat, sokkal kedvesebb lesz, mint hogyha az üzletben megvásároljuk, hanem azért is, mert ez egyfajta átszellemülés, mikor például én is elkezdek festeni, valahogy megváltozik körülöttem minden. Mikor bemegyek a dolgozószobába és elkezdek festeni, akkor úgy ki tudom zárni a külvilágot. Tehát egy nagyon jó kikapcsolódás, azt gondolom. Egyfajta harmóniát ad. Tehát az ember valahogy mikor fest, akkor úgy harmóniába kerül magával is, meg az egész világgal. Ennyi fért életmód műsorunkba, munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!